Kedves nézőink, a közelmúltban nyílt meg a Városi Múzeumban Pölcman Péter fotográfus kiállítása. Mi ez alkalomból beszélgettünk vele, kérem, tekintsék meg. Sok szeretettel köszöntöm Pölcman Pétert, akinek itt az Ajkai Városi Múzeumban első alkalommal nyílik önálló kiállítása. Mi a címe ennek a kiállításnak? Kiállítás címe a Változások. Hát itt a természet változásaira gondolok részbe, de azért azt a változást is szeretném bemutatni, hogy én Csékútról indultam, és amióta elindultam, hát elég régen volt 1963-ban, hogy azóta én is hogy változtam. Merre jártam, részbe mutatják a képek, aláírások, és hogy azóta én ezzel is foglalkozom, mármint a fotózással. Mikor kezdte a fotózást? Hát a fotózást én már 1965-66 geológiai technikumot végeztem, és ott tanultuk a fotózást. De hát akkor még nagyon keveset foglalkoztam vele, de mindig volt fényképezőgépem. És később, mikor a gyerekeim születtek, utaztunk, nagyon sokat utaztunk már családdal is, és hát ugye régen a filmes kidolgozás, aztán a dia képek készítése, és amikor az unokáim születtek, akkor a fiaimtól kaptam egy digitális gépet. Hát ez aztán megint egy kihívás volt, mert akkor meg kellett tanulnom a számítógépen a képeket kidolgozni, és közben véletlenek folytán, az életem tiszta véletlenekből áll. Véletlenek folytán az Esztergomi Fotóklub tagja is lettem, és hát Esztergomi Fotóklub eléggé híres, nagyon sok országos, nemzetközi hírű fotósa van, és ott engem biztatgattak, hogy hát jó képeket csinálsz, és hamarosan egy-két képem is került kiállításra, Szentesen, Léván, Esztergomba, és hát utána én rájöttem, hogy az én utam az a természetet fotózni, ami a szakmámhoz közel áll, a köveket, a vizet, a homokot, és hát most, amik itt vannak, ezek arról szólnak. Hol készültek javarészt ezek a képek? A képek nagy része az Törökországba, Tunéziába, és a Szaharába, de vannak Magyarországról is képek. Hogy dönti el, hogy mi az, amit le szeretne fényképezni? Ez egy nagyon érdekes dolog. Nem döntöm el. Én úgy indulok el mindig, hogy fotózni megyek. És van egy lopott mondatom, egy párkányi fotós barátom, Németh László, akivel először volt egy kiállításom, tőle hallottam, hogy a természet fölkínálja, hogy mit fotózzál, és ha befogad, akkor lefotózhatod. Na most én ezt nagyon érzem, mert azokat a fotókat, amiket csináltam, az mellett nagyon sok ember elmegy mellette. Jó, talán annyi előnyöm van, hogy geológus az első szakmám, és talán meglátok olyan dolgokat, amit a más ember nem lát meg, akinek nincs ez a látásmódja. És bizony, amióta én fotózom, azóta az én látásmódom is megváltozott. Természetesen nagyon sokat tanultam a esztergomi fotós kollégáktól, hogy a részletekbe rejlik a dolog, tehát azt kell lefényképezni, és nem egy nagy egészet mindig. Mi a kihívás a természetfotózásban? Hát a természetfotózásban először azt meglátni, hogy a természet mit produkál. És akkor utána azt, hogyan mondjam, türelemmel kivárni. Türelemmel, mert azért itt a képek között vannak olyan képek, amiket én hetekig, hónapokig ülök egy helyen, nem egy folytában természetesen, de nagyon sokat vagyok egy helyen, és figyelem a természetet. Nem mindegy, hogy reggel fotózunk, délbe fotózunk, este fotózunk, milyenek a felhőviszonyok, a fényviszonyok. És hát van egy képem a Kappadókiába, Pamukkáléba,
az a megfagyott vizesés, az a fehér kép, az arra 40 évet vártam. Szóval természetesen én is most utólag mondom ezt, ugyanis ennek az az érdekessége, hogy amikor én a geológiai technikumban jártam, az országban biztos nagyon-nagyon sokan ismerik a Juhász Árpádot. Ő akkor végzett egyetemen, de bejárt hozzánk a technikumba, és nagyon sokat vetített, hogy ő merre járt már akkor a világba. És ő akkor jött haza Törökországból, akkor vetítette le nekünk ezt a törökországi képeit, és én nekem nagyon-nagyon tetszett ez a fehér világ, és körülbelül 4-5 éve feleségem mondta, hogy menjünk Törökországba, ugye most kinyílott minden, lehet utazni, és hát nekem volt olyan feltételem, hogy én akkor megyek, hogyha Pamukkalé, és mentünk Pamukkaléba, és amíg ő a közelbe lévő Hierapolisba sétálgatott, én itt dobzottam ezen a helyen. Az egyik álma teljesült, vannak-e még ilyen álmai, vágyai, ahova még el szeretne jutni, és ahol még fényképeket szeretne készíteni? Természetesen én mindenhova el szeretnék jutni, de ami nagy vágyam, az Dél-Afrika és a Serengeti, ugyanis amiket én itt bemutattam, ez csak egy része az én kedvenc természetfotózásomnak. Nagyon szeretem a madarakat, vadakat fotózni, és nagy valószínűséggel, ennek most olyan 80%-a valószínűsége, hogy Esztergomba a következő kiállításom az csak a madarakról és a vadakról szól. Ott is van egy nagyon jó tanítómesterem, Szekeres János, aki szintén Európa hírű természetfotós, és az a vágyam, hogy még abból létrejöjjön nekem kiállításom, de ami a célokat illeti, az természetesen Afrika és Dél-Afrika. Említette, hogy fotózott filmre, készített diákat, és ugye most a legutolsó években a digitális fotózással ismerkedett. Van-e különbség a három fajta fényképezés között, akár látásmódban, akár technikában, akár előhívásban? Ez fejlődésnek mondható, vagy egyszerűen csak egymás után következő technikai újítás, amit a fényképészek megélnek? Nekem ez fejlődés. Ugyanis ugyan hívtam elő fekete-fehér képeket, de nagyon keveset. Tehát én azzal igazából nem foglalkoztam. Amikor dolgoztam, és gyerekeim születtek, építkeztünk, akkor igazából csak fotóztam, és előhívattam. Most viszont ugye a számítógépen azért a képeket meg is kell alkotni. Igazából nekem azt jelenti a fotózás, hogy egyszer öröm, amikor elindulok fotózni. Valahogy belülről megváltozom. Fölveszem a hátamra a hátizsákot, benne a fényképezőgéppel, állványt, és elindulok. És vagy találok, vagy nem. Amikor fotózok valamit, akkor azért már tudom, hogy ebből lesz kép, vagy nem lesz kép. És amikor leülök képet megcsinálni, ugye vágni, esetleg szöget állítani, esetleg tónust, és nagyon keveset változtatok mindig a képeken. Én nem szeretem azt, amikor túl, szóval nagyon elvont képek készülnek, én azt nem csinálom. Nekem a természet nagyon sok mindent mond, és az lenne jó, hogyha minden embernek a természet mondana nagyon sok mindent, mert a természetből jöttünk, és az egy csoda. És hát a természet nekem a minden. Én ott érzem jól magam, és úgy érzem, hogy egyre jobban megnyílik nekem a természet, és én ezért hogy visszatérjek a téma elejére, a digitális az sokkal többet jelent, sokkal többet tudom használni, mert sokkal több képet tudok csinálni, nem azért, mert ezt én mind ki fogom állítani, hanem azt, amit én látok, az sokkal könnyebben meg tudom vele fogni, mert ott másodpercenként több képet tudok, és abból tudom kiválogatni, hogy melyik az a pillanat, amit én meg akartam fogni.
a természet, illetve a fotózás szeretetét tovább tudta adni a gyermekeinek, unokáinak? Az egyik fiam az nagyon sokat utazik, ő idegenvezető, nagyon sok képet készít. Hát az unokáim már a mobiltelefonnal már fényképeznek. Három unokám van, akik 10 évesek, a legkisebbik az 2 éves, de a 2 éves is kérdezi tőlem, hogy papa, mutasd meg. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ők is fogják csinálni. De hát ezt majd a jövő eldönti, hogy ők ilyen szinten, vagy hogyan mondjam, hogy kiállításra is tesznek egy képet, mert nekem ez a legnagyobb öröm, amikor kirakhatom, és ha itt még valakinek tetszik is, akkor én igazán boldog vagyok.